tudják, mi fánterem a fahé, a csillagánis, a szegfűszeg vagy a szerecsendió? Mindegyik hatalmasra növő, örökzöld trópusi fákon nő, de nem mindegyik termés. A fahéjról a neve is mutatja, hogy a fakérgének belső rétegét használjuk, a szegfűszeg pedig tulajdonképpen ki nem nyílt bimbó. Ezek a melengető fűszerek alapvetően a karácsony fűszerei, hiszen a mézes kalácshoz vagy a forralt borhoz elengedhetetlenek. Ugyanúgy, mint a gyömbér és a vanília. Ezek a növények azonban nem fán nőnek, hanem évelők. A gyömbér az egy nagyon szép rizómával terjedő évelő, amit időnként cserepes növényként is lehet kapni a hazai boltokban is. A vanília egy orchideafaj, ám nem olyan pici, mint amit itthon termeszthetünk a lakásban, hanem kúszónövény. Akkor kezd el teremni, amikor már legalább 3 méter magasra fölkúszott a fákra. A kerti kalendárium évvégi november-decemberi számában ezeken a karácsonyi fűszereken kívül bemutatjuk a gránátalmát, ami szintén a karácsonyi ünnephez kötődik. Tanácsokat adunk a veteményes kert vetésforgójának a tervezéséhez, ami hosszú távú feladat, több évre előre kell terveznünk. Bemutatjuk a szőlő és a gyümölcsök fás részeit, károsító rovarokat.